A 34. Erdély Unitárius Ifjúsági Konferencia nyitó istentiszteletén nagy-nagy szeretettel köszöntelek mindannyiatokat, köszöntöm mindannyiukat. Mindenek előtt engedjék meg, hogy megköszönjem Sipos Mónikának a szószéki szolgálatot, hogy elvállalta azt, hogy falu szülötteként fellép erre a szószékre, amelyről gondolom annyiszor szolgált ő maga is, illetve amelyikről hallgatta azokat a szavakat, amelyek gondolom életét befolyásolták. Köszönjük szépen az imát, a prédikációt, amely úgy érzem legalábbis én megadja ennek a konferenciának a ritmusát és a hangulatát. Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszönteném nagy tiszteletű Pap Mária Esperes asszonyt, a Háromszék Felsőfehér Unitárius Egyházkör Esperesét, valamint családját. Tisztelettel köszöntöm nagy tiszteletű Simó Sándor Esperes urat, a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör Esperesét. Ugyanakkor nagy tisztelettel szeretném köszönteni tisztelendő Annorkó Ferenc Vargyasi lelkész urat, valamint Ilkei Pétert, a Vargyasi Unitárius Egyházközség gondnokát. Köszönteni szeretném Ilkei Ferenc urat, Vargyas község polgármesterét, valamint Gödri Olá Annát, a Borbát Károly általános iskola igazgatónőjét. Köszönteni szeretném meghívottainkat, a jelenlévő lelkészeket, támogatóinkat, az írott és elektronikus sajtó jelenlévő képviselőit, a más felekezetű érdeklődőket, a helybeli és központi szervezőket, a vendéglátókat, és természetesen azokat, akik Erdély különböző településeiről idejöttek erre a 34. Erdélyi Unitárius Ifjúsági Konferenciára. Csak azért, hogy halljuk mindannyian hány meg hány településről érkeztünk ide, röviden és nagyon-nagyon gyorsan föl szeretném olvasni azokat az erdélyi településeket, ahonnan konferenciázók jöttek a mai napon. Érkeztek ide Ürmösről, Tordáról, Székelyudvarhelyről, Kolozsvárról, Homoródújfaluról, Magyarsárosról, Dicsőszentmártonból, Sepsiszentgyörgyről, Székely-Szentmihályról, Kobátfalváról, Marosvásárhelyről, Bencékből, Kálnokról, Nyárádszentmártonból, Oldhévízről, Brassóból, Kökösről, Nyárádgálfalváról, Székelykeresztúrról, Kadácsból, Bölömből, Korondról, Homoród-Szentmártonból, Homoród-Almásból, Csíkszeredából, Szent Benedekről, Kézdivásárhelyről és Kémosból. Természetesen ezt a listát gondolom egymás után lehetne bővíteni a különböző olyan erdélyi településekkel, amelyek nem kerültek föl erre a listára, de amelynek képviselői itt vannak ezen a mai napon, és velünk ünneplik ezeket a napokat, hiszen ez a rendezvény mindenféleképp ünnep. E köszöntő rendjén nem hagyhatom szó nélkül azt, hogy az idén, az év elején, amikor az OTPIE választmánya azon gondolkozott, hogy hol szervezzük meg a 34. Erdély Unitárius Ifjúsági Konferenciát, akkor nem Vargyas volt az a település, amelyet kiválasztottunk, ugyanis a helyiek, illetve a választmány közösen úgy gondolta, hogy nem Vargyason kellene az idén ezt a konferenciát megszervezni, hanem Bölöm volt az a település, amelyre kellett volna menni. Most lényegében nem Vargyason kellene legyünk, hanem Bölömben. De nem elírás miatt vagyunk Vargyason, és nem félreértés az oka annak, hogy mégis itt vagyunk ezen a településen, hanem az a tény, hogy az elmúlt nyáron a szomszédos Bölöm nevezett település igen nagyméretű árvíz sújtotta. Így a helyiek egyeztetve az OTPIE elnökségével úgy gondolták, hogy az idén túlságosan nagy megpróbáltatás lenne a több száz fiatalnak a befogadása a 34. ifjúsági konferenciánk befogadása Bölömben, és éppen ezért azt mondták, hogy lehetőleg próbáljuk megtalálni egy másik települést, ahol a konferenciánkat megszervezhetnénk. Természetesen adott körülmények között megértettük ezt a helyzetet, és akkor merült föl a kérdés, hogy vajon Vargyas szóba jöhet-e. Egy nyitó istentisztelet alkalmával is meg szeretném köszönni a Vargyasi Unitárius Egyházközség képviselőinek, illetve Vargyas község elöljáróinak, valamint kiemelten a Vargyasi Dávid Ferenc Ifjúság Egylet tagjainak azt, hogy igent mondtak
erre a felhívásra, és elvállalták azt, hogy idén 2010-ben megszervezik a 34. Erdélyi Unitárius Ifjúsági Konferenciát. Egyébként azért az Úr útjai mégis kifürkészhetetlenek, ugyanis kevesen vagyunk most ebben a templomban olyanok, akik nem vagyunk vargyasiak, és itt voltunk kereken 10 esztendővel ezelőtt a 24. Erdélyi Unitárius Ifjúsági Konferencián. Kereken 10 esztendővel ezelőtt itt voltunk vargyason, akkor is konferenciát nyitottunk, körülbelül augusztusnak ezen időszakában. Így hát azt is mondhatnánk, hogy 10 év után íme visszatértünk Vargasra, hogy a 34. ilyenfajta rendezvényünket itt ünnepeljük meg. Köszönjük még egyszer a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Az idei témánk az Isten szép, rövid mondat köré épül. És lényegében azt szeretnénk megkeresni, hogy rajtunk keresztül bennünk ebben a nagyvilágban Isten szépsége hogyan nyilvánul meg. Természetesen azt is szeretnénk kutatni a beszélgetések, előadások, kerekasztal beszélgetések révén, hogy ebben a mai világban, amely annyira bonyolultnak tűnik, és annyira sokszínűnek tűnik, vajon milyen lehetősége van egyáltalán ennek a fogalomnak, amelyet vallásnak hívunk. Van-e 21. századi vallásosság, illetve ha létezik egyáltalán ez a dolog, hogyan lehet azt megélni? Az elkövetkező napok rendjén az előadások ezt a témát járják körül. Természetesen a résztvevők figyelmébe ajánlanám azt a kerekasztal beszélgetést is, amely a Művészek a Földön járnak, kérdőjellel nyilván a végén, címet viseli, és amelyen a művészeket hívtunk meg, hogy mondják el, mit jelent számukra a művészet, és ugyanakkor mit jelent számukra a hit, a vallásosság, mennyire él a Földön a művész, vagy mennyire jár ő, lépked ő a felhőkön, vagy esetleg más dimenziókban. De hát, amint a tapasztalt régi motoros konferenciázók tudják, konferencia az előadások, az áhítatok, a beszélgetések, a kerekasztal beszélgetések és a kiscsoportos beszélgetések mellett természetesen szól az ismerkedésről, a szórakozásról, az együttlétről, a tábortűzről, a gitárszóról, a buliról, a koncertről, az éjszakákról, arról, hogy különböző erdélyi településekből érkező személyek kinyújtják a kezüket, és így megismernek olyan személyeket, akiket egyébként soha az életben nem ismerhetnének, mert a földrajzi távolság elválasztja őket. Ezek a konferenciák úgy gondolom nem csak számomra, hanem sokunk számára ünnep a javából, amelyben szépen találkozik mindaz, amit ifjúságnak nevezünk, egy-egy gyakran komoly, gyakran első látszatra nehezen emészthető témával, amelyről általában mégis kiderül, hogy igen-igen befogadható még az ifjú gyomor számára is. Kívánok nektek az elkövetkező napokban egy pazar ünneplést itt Vargason, kívánok nektek egy sikeres konferenciát, hiszen a konferencia sikere elsősorban rajtunk, rajtatok múlik. Kívánom azt, hogy vegyetek részt az előadásokon és a beszélgetéseken, és kívánom azt, hogy vegyetek részt azokon a pontokon, amikor a szórakozás áll a konferencia középpontjában. Érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat, találtok sok jó barátra, olyan személyekre, akikkel aztán konferencia után is tartjátok majd a kapcsolatot, és legyen ez a rendezvény mindannyiunk számára egy gyönyörű emlék, amit elraktározhatunk magunkban. Természetesen azért most már hadd játszadozzam el a számokkal, talán a 44. Erdélyi Unitárius Ifjúsági Konferencia, talán, ha az Úr is úgy akarja, megint Vargason talál majd minket. Én ezekkel a szavakkal megnyitnám ezt a rendezvényünket, kívánván mindenkinek hasznos és jó időtöltést itt Vargason. Nyitó Isten tiszteletünk után, azaz miután elénekeltük a nemzet imánkat, arra kérnék szépen mindenkit, aki itt a templomban van, és erre, ahol figyeltek oda, tehát arra kérnék szépen mindenkit, hogy menjünk át közösen a művelődési otthonba, és ott folytassuk rendezvényünknek a megnyitó mozzanatait.
Külön ki szeretném emelni már itt a templomban a helybeli fiatalok műsorát, amely hamarosan bemutatásra kerül a kultúrotthonban. Tehát a himnusz eléneklése után menjünk át így együtt a kultúrba, és folytassuk rendezvényünk megnyitóját. Köszönöm szépen a figyelmet!